Nem áztam el, nem. Az a hang. Megvan az az érzés, amikor mi mellett, hogy hidegen fújnak a szelek. Hidegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek. Bojomból meghallgatod a zenét, mert kíváncsi vagy, hogy ezután mi jön. És meg tetszik? Annyira illegálisnak érzem, hogy ezt hallgatom és hogy nem akarom, hogy tetszen, de mégis tetszik. Én soha nem csináltam még szerintem olyat, sőt, hát nem szerintem, biztos, hogy nem csináltam ilyet, hogy uh, leültem csak és kontextus nélkül pofáztam a velem történt dolgokkal kapcsolatos. Nem tudom, most felbátorodtam, most, most úgy van kedvem hoz. Nagyon csapongani fogok a videóba, de talán ez is a szépsége ennek a műfajnak. Barátaim nagyon elítélnek, mert mint az, amelyik nem rángatott bele. Most nem szeretnék neveket említeni, mert a végén még tudni fogjátok, hogy kire van szó. És uh, most nincs kedvem felhívni, hogy uh, Lényegtelen. Van egy nagyon kedves barátom. Az olyan, mert nem tudok jól kijönni Mindenki tudja, szerintem, hogy kirom. Mindegy. Van egy kedves barátom, aki tavaly még tizedikben megkérdezte tőlem valamikor, nem tudom, március környékén, hogy Hallod, Olivia? Van kedved egyszer mond... <coughs> Boldizsár... dekódolást kapta az emberke a házi feladatos videómba. Olivia, talán egyszer lenne kedved velem és Boldizsára meginni egy monstert? Talán. Én amúgy nem szoktam ilyen üdítő lötyöket inni. Jó. Ettől függetlenül amúgy benne lennék. Már mint hogy csak csináljuk. Már miért nem? Király. Ennyi. Barátaim, akik nem fogyasztanak monstert, illetve nem is kávéznak. Pont abba a korba vagyok, hogy nem mindenki fogyaszt kávét, de már nagyon-nagyon sokan. És akik nem fogyasztanak kávét, azok nagyon elítélik, akik fogyasztanak kávét. És én ilyen voltam a múlt tizedikben. Azt egy nagyon kedves családtagom egyébként így ráébresztett arra, hogy nem feltétlenül jó, hogyha ilyen szélsőségekben gondolkodok. Mondta, hogy kávézunk -e egyet. Én megmondtam, hogy de nem kávézom. Erre mondta, hogy oké, okay, de próbáljam ki, meg, meg tudjátok így. Nagyon-nagyon ragaszkodva az elvémhez, nem köszönöm, köszönöm tényleg, de nem. Meg felvilágosított arra, hogy egyáltalán nem fogok ezzel rászogni a kávézásra, inkább csak kimaradok valamiből, egy pár perces tevékenységből, ami egyébként egy tök jó beszélgetés indító dolog. De elmentem vele kávézni, és hát nem, mi, mi hogy elmentem igazából egy ház, lényegtelen. Ez még márciusban történt, minden márciusban történt. Mondta, hogy egyébként tök jó lenne egy bővítenem a, a perspektíváimat, mert nagyon sokszor értem, és ez egy tök jó dolog, hogyha alapvetően ragaszkodok az elveimhez, de nem kell ahhoz kávéznod, hogy megigyál valakivel egy kávét. És hogyha nem iszol meg valakivel egy kávét, akkor lehet, hogy egy olyan beszélgetésből hagyott ki magadat, ami pedig tök fontos és nem pótolhat. Ezzel megtanultam, hogy tök jó dolog új dolgokat kipróbálni. Már ittam bele kávékba, leginkább édesem kávéjába, de ő cukor nélkül szal, meg tejjel. Nem volt finom, és nem, nem, nem értettem, hogy ezt, 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 hogy lehet szeretni? És ez a családtagom, hogy olyan finom kávét főzött nekem, hogy azt a rohadt élet. És, és megértettem, hogy miért kávéznek az emberek. Tudom, ez nagyon-nagyon hülyén hangozhat. Azóta sokkal nyitottabb lettem mindenre is. Szerintem nem feltétlenül rossz dolog. Viszont hát nyitottabb lettem ilyenekre is. Reakciók, amiket kaptam már barátaimtól, amikor megtudták, hogy elektrom elektromos italt hiszek. Hallott, -e azt akarod, hogy megálljon a szíved? Fiatalon akarsz meghalni? Szívromba akarsz meghalni? Mi is nikotinos nikotinosítált? Természetesen az utolsó volt a kedvencem. Alapvetően nem értem, hogy miért van ennyire rosszul beállítva a az vagy csak lehet az én szűk baráti körömben ennyire negatív. Az az izé, hogy felpörgeti nagyon a szívedet, mert rengeteg koffein van benne. Azt írja, hogy 32 mg per 100 ml, és ugye 500 ml az, egész. Akkor 5 x 32 az 160 g koffein a matek. Napi körülbelül 400 mg koffein fogyasztása még egészségesnek mondható, ez nagyjából 4-5 espresso Hogyha ezt túléped, akkor fáj hogy ne. Ha mondjuk megiszol egy amerikánot, amiben 200 mg koffein van, akkor, akkor így konkrétan ugyanannyit vittél be, viszont azt annyira nem szoktuk mondani, hogy ha túl sokat kávézol, akkor, akkor szívbeteg leszel. Szerintem nem annyira nagy duranás ez a monster cucc. Tegnap irodalom órán fogalmazódott meg bennem az a gondolat, ami egyáltalán nem az irodalom tanárok vagy bármi hasonló, mert, mert ők igazából csak egy tantervet követnek. Nekik megvan, hogy mit kell adniuk, és ez nem az ő hibájuk. Olvastunk egy petőfi verset. Alapvetően nem szoktak engem a versek annyira megfogni, de az megfogott. Az, az arról pont azt mondtam, hogy hmm, ez igen. De jött az elemzés. Nem tudom ki, hogy van vele, és csak én érzem ezt így. Pont a szépségét öli meg a versnek. Kicsit hozzá tudnám kapcsolni, hogy olyan, mint a zene, hogy van egy zene, és, és téged valamiért megfog megérint, de nem azért, amiért a, a költő azt annak szent. Tehát a költő is ezzel, várj, a költő is kiír magából valamit egy vers formájában, és azért nem ír hozzá szerintem egy jámagyarázatot, mondjuk egy szerelmes vers hogy leírja, hogy ő mit érez. Te nem tudod annak a hátterét, nem tudod, hogy ki iránt érzi ezt, vagy miért érzi ezt. Semmit nem tudsz róla. Csak leírja az érzéseit, és te meg megpillantod. Nem érdekel, hogy ki érte azt kiről az? miért érez úgy, ahogy érez. Pontosan azt írja le, amit te is érzel. Szerintem ez a szépsége a versnek, hogy valahogyan azt érezzük ezáltal, hogy egy, tényleg egy közösséghez tartozunk, mert mindenki nagyjából ugyanazt éli meg egy élet a során, vagy ne, nem, tudom. Én nem hiszem azt, hogy az emberek annyira különböznének egymástól, nem mindenféle művészeti alkotás is pont ezt mutatja meg, hogy hogy amúgy belül nagyon sokféleképpen érezhetjük magunkat, teljesen tök mindegy, hogy hogyan jutottál el oda, de valószínűleg már más is eljutott oda, egy teljesen másik úton. Ő akkor ott volt, amikor írta azt a cuccot, te meg akkor vagy ott, amikor olvasod. És ennek a kettőnek a találkozása csodálatos. De amikor neked elmondják, tessék, ez kell, hogy jelentse ez a vers, mert ezt jelenti, mert a költő ezt ennek szánta, vagy nem tudom, mert a költőnek ez ezt jelentette, de egyébként az is csak egy következtetés. Tegnap, azért beszélek ennyit a tegnapról, mert amúgy tegnap akartam volna felvenni ezt a videót, csak uh, tegnap közben jöttek dolgok. Éppen bandukoltam a Kárász utcán, mert akartam menni kajálni. Aki nem szegedi, vagy szegedi, csak nem tudom, eddig még nem nyitotta ki a szemét. A Kárás utcát azt valahogy úgy képzeljétek el, mint egy rohadt nagy sétáló utca, ami tele van a hajléktalanokkal. Én már ugye augusztusban is nagyon sokat sétafikáltam ott barátokkal. De láttam egy kinéz 14-nek is, meg 20-nak is. Jó Isten basszus, milyen fiatal érted. És kéregett. Éppen mentem. És ez úgy kell elképzelni, hogy van ilyen, tehát hogy így házak, és köztük vannak padok. Beálltak az emberek úgy, csak a jobb szélső pad mellett és a fal között tudtam csak elsuhanni. Egy csávó is láttam, hogy azon az íven akar elsuhanni, gondoltam biztos igaza van, én is megpróbálok azon az íven elsuhanni. De egyszer csak egy nagyon nagyon határozott 180 fokos fordulatot tolt belém. Feleszméltem, hogy amiatt, mert oda jött hozzá az a kiregető srác, és hát oda akart jönni, csak hát így nyilván ezt megakadályozta. Fél méterre sétálhattam tőle, ezért hát nyilván eléggé könnyen meglátott, és oda jött én hozzám. Nincsen feltétlen még kialakult világnézetem azzal kapcsolatosan, hogy így ezekkel a szituációkkal mit kezdjek, mert nagyon, nagyon ambivalensek. Egyrészt nagyon sajnálom ezeket az embereket. De a másik oldalon meg, hogy a nyolc általánosra kötelező létezni, az, hogyha egészséges vagy. Tétezzük fel, nem is rakják le az érettségét. Azzal már egyébként lehet valami olyasmi szintű munkát sem, mivel megvan egy minimál és így el tudsz létezgetni. De sem megértem, akik azt mondják, hogy pofátlanság, de azt is megértem, akik adnak ezeknek az embereknek. De tudjátok, én gyök kettővel tettem, is az, hogy így letámad téged, és akkor adjál pénzt, hanem, hanem tényleg csak úgy oda csosszogott hozzám, nem jött be nagyon az órámba, nem, nem, éreztem kényelmetlennek a helyzetet. Ráadásul az is közrejátszott, hogy én már láttam őt augusztusban, tehát tudtam, hogy ő basszus már két hónapja kempeli. Szerencsére nem egyből támadott le azzal a kéréssel, hogy akkor adok-e neki pénzt, hanem kicsit még így beszélt velem előtte. Egyrészt az volt az első, hogy mindenki kikerüli őt, és tényleg ezt is láttam, hogy mindenki kikerüli őt. Ha mondom, akkor legalább, hogyha még, nem tudtam eldönteni, hogy adjak pénzt neki, vagy ne pénzt, vagy mit csináljak. Úgyhogy eddig csak úgy voltam vele, hogy jó, hát ezért segítek neki, legalábbis a lelkének. Én mondtam, hogy 14 éves, úgyhogy nem tud még dolgozni, nevelő otthonban él, de hogy így embertelen körülmények vannak ott, tehát inkább kéreget az utcán, a szülei elhunytak. Mondta, hogy két napja már nem evett, tudnék -e esetleg neki adni valami kaját. Volt nálam 1500 forint, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt odaadom neki. Nagyon megköszönte. Természetesen eljött az a pillanat, amikor úgy Mind a ketten éreztük, hogy nagyjából már a beszélgetés végéhez értünk. Megcsörent egy telefon, de úgy, hogy gyanúsan a csávóhoz közel. Nyilván nem szennékosan, amikor kiemelte a zsebéből a telefont, akkor én is megláttam, hogy, hogy kihívja őt, és um, ez nem más volt, mint az apja. Én meg így néztem magam elé, hogy az elmúlt egy évben áltam legjobban foglalkoztatott kérdéskör, az talán a szabad akarat és a sors között volt. Nem tudom, olyan sorszerűen, amikor, amikor így kijelentettem, hogy én már pedig szabad akarat hívő vagyok. Mint hogyha konkrétan megpróbálná bebizonyítani ez a nálamnál fejjel való erő, hogy hogy de amúgy egyébként ő így olyan sorszerűségek tartják az életemben a filmbe illő. Az elmúlt egy hétben nagyon sokszor jött fel bennem az a kérdés, meg szerintem az emberben egyszer biztosan legalább felmerül, hogy vajon jó ember vagyok? Mikor vagyok jó ember? Mikor vagyok rossz ember? baj, ha rossz ember vagyok? Ha általában a saját érdekeimet helyezem előtérbe, akkor rossz ember vagyok? Ez a kizáró jelen, nagy záró jelen belül, ami a sors vagy szabad akarat. Shulingban van egy filozófia szakkör nevezetű csoda. egy mindenki felért egy témát, és azok közül húzunk, és azokat beszéljük meg és kihúztuk az ego nevezetű témát. Azt a kérdéskört jártuk körbe, hogy mitől lesz valaki egoista, illetve hogy felettébb hangos emberkének volt ez a véleménye, meg szerintem az enyém is, hogy minden ember önző, és nincs olyan, hogy önzetlenség. Tehát, hogyha neked az az célod, vagy azt tesz téged boldoggá, hogy örömet okozol, idegen embereknek, vagy szereténynek, családtagon, tök mindegykinek. Te valami jót teszel ezeknek az embereknek, és ezáltal te is boldog leszel, akkor azt nem lehet önzetlen cselekedetnek nevezni. damn Ja. És akkor itt van. Azáltal, hogy nem tegnap vettem fel, el tudtam mesélni ezt a kéregetős srácos sztorit. Pont ezt a kérdéskört jártuk most filozófiórán és kb. teljesen körben. De nagyon-nagyon sok ilyen kis véletlen, nyansznyi, olyan sorszerű dolgok történnek körülöttem, amiket igazából, hogyha nem fókuszálnék rájuk, akkor valószínűleg észre se venném őket. Minden annyira kicsi az esély, hogy, hogy erre is ugyanolyan kicsi volt, mint, mint nem ez történt volna meg, és akkor érted, de mégis az történt meg. Meg nem akarom már spoilerezni, de a halálon is rengeteget gondolkodok. Jaj, ez most így. olyan korszakban vagyok, amikor már kellően öntudatra ébredtem, hogy feldolgozzam a halandóságomat, és, és ez foglalkoztasson. Talán lesz majd valamikor a közeljövőben egy ilyen kutyusza podcast témai, de csak talán. Vagy nem, ki tudja. Azért remélem, hogy élvezhetetlenül nem lett káoszos ez a videó, illetve random gondolatmenet ugrálások. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nyugodtan írjátok le a komment szekcióba bármivel kapcsolatosan a véleményeket, én el fogom Találkozzatok a fogom olvasni. a barátaitokkal, esetleg egy régi ismerőssel meg egy csésze kávét, érezzétek magatokat nagyon-nagyon jól. Sziasztok! Nyilván ez elég sok koffein, vagy hát viszonylag sok koffein, és mivel a szervezetem nincs hozzá az, hogy bármilyen fajta koffein mennyiséget is hal. Ö... Elterelte a figyelmet a kurva óra!